Sziasztok! Biztos tudtok róla, hogy a fesztiválunkon nem csak nemzetközi verseny van, közel 40 filmel, hanem magyar filmek versenye és rövid filmek verseny is. A rövid filmek mindig nagy filmekkel mennek most együtt, úgyhogy aki olyan jegyet vesz, amelyik egy nagy filmre szól, kap ajándékba hozzá egy kis filmet is, mindössze hat ilyen eset van a fesztiválunkon és van egy olyan magyar film a magyar versenyben a falu mestere című film amelynek olvasom nektek rendezője Gáltamás producere Gáltamás operatőre Gáltamás vágója Gáltamás e, írója Gáltamás folytassam? tehát e, magyar film tehát azért ez elég jellemző a magyar film e, mert hát ugye se költségvetés általában nincsen e, na nem sorolom Erről tudnék még mesélni. De egy gyönyörű filmet csinált Tamás, a falumestere, egy, egy falusi ember, akinek, aki elhatározta, hogy közösséget épít a falujában. Mert hogy nem, nem nagyon léteznek már közösségek, ahol emberek találkoznak, beszélgetnek, értelmes dolgot csinálnak, jól érzik magukat, és teljesen magányos farkasként ez a bizonyos falumestere, ő tényleg. Minden áldozatot meghozza, megpróbál közösséget kovácsolni a falujából, és hát nem mondom, hogy István egyébként. Nem mondom, hogy sikerül-e. Nézzétek meg, hogy kitartással sikerül-e a majdnem lehetetlen közösséget építeni ma Magyarországon.